Nem köszönném meg az illető, ha én elkapnám. Csordás László nincs egyedül ezzel a véleménnyel. A legtöbben így reagáltak a közösségi oldalon is, amikor felröppent a hír, hogy autórongáló garázdálkodik Kecskeméten. Tegnap előtt este több jármű visszapillantó tükrét is letörték a Nyíri úton, illetve a Kőhíd utcán. Az üggyel kapcsolatban kérésünkre megszólalt az egyik sértett, akinek a Nyíri úton parkolt a gépkocsija aznap este. Tegnap előtt este mentünk a pékségbe, a történtek előtt még egy órával nem volt semmi probléma, aztán olyan fél nyolc körül jöttünk le a kocsihoz, hogy elmegyünk a párom anyukájához, és akkor látta, hogy mikor nézett volna visszapillantó tükörbe, hogy lóg a tükör. Azt is észrevették, hogy nem csak az ő gépjárművük volt megrongálva, hanem sok más autó is a közelükben. Felhívtuk a 112-t, és ők mondtak, hogy akkor kijönnek, ugye. Később helyszíneltek is, aztán kapták az információt, hogy a Kőhíd utcán is több autónak is letörték a tükröket. Volt egy szemtanú is ott állítólag, ő látott is egy szakállas fiatalembert, később el is kaptak egyet, és akkor most várjuk, hogy mi fog történni. Információink szerint a vandál egyedül volt és saját kezével tette tönkre a visszapillantókat, valószínűleg ittas vagy drogos állapotban. A nyomozás állásáról a rendőrség egyelőre nem adhat tájékoztatást. Kiderült, Kecskeméten nem ez volt az első eset, amikor utcán parkoló autókat rongáltak meg. Feltettem ezt, hogy valaki látott-e valamit, hogy hát ha többet tudunk, és nagyon sok visszajelzést kaptunk, hogy egész Kecskeméten sűrűn van ez a probléma, főleg a Széchenyi városban. És írtak sokan, hogy tettek ők is feljelentést, meg fényképeket is tettek fel egy másik autóról, azt hiszem egy Punto, piros színű Puntóról, igazából ennyi. Járókelőket kérdeztünk, mit tapasztalnak, mennyire jellemző a vandalizmus Kecskeméten. Itt nem látok olyanokat, a tévében itt esetleg ott néha-néha látok, amit annak mondható. De különben nem jellemző. Elég gyakori, igen. Sokat lehet hallani. Bár nekem még nem volt szerencsére részem benne, de úgy hallottam már elég sok. Azok, akiknek tegnap előtt megrongálták az autóját, bíznak abban, hogy a rendőrség minél hamarabb elkapja a tettest a térfigyelő kamerák segítségével.